Sziasztok, Legolomők, és ez itt a Majesty 2, The Fantasy Kingdom Sim. Ugye, hát már csináltam végigjátszást az egyből, így összehasonlításképpen belevágok már a kettőbe is. Régebben azt hiszem játszottam ezzel is, nem emlékszem már. Na szóval, ugye a Majesty, a sima Majesty-t az 2002-ben adták ki, és ez a folytatásra mutatni, vagy úgymond a HD kiadás igazából. Ezt, hogy nézem, 2008 áprilisában adta ki. A fejlesztő az 1C Inno Co. Eléggé hülye hangzik ez a fejlesztő. A kiadó meg az 1C Paradox Interactive. Ugye a sima Majestyt azt a Cyberlord fejlesztette, de gondolom az megszűnt az a cég, vagy nem tudom, ezért vették át ez az 1C. Szóval, hát ugye a Majesty egy RTS, azaz Real Time Strategy, valós idejű stratégiai játék. Ugye arról szól, hogy mindenféle ilyen, hát a fantázia világa igazából, minden van itt, medúza, minotaurus, sárkány, amit el lehet képzelni. Úgyhogy hát jó 6 év kellett ahhoz, hogy megcsinálják a második részt. Hát kíváncsiak, hogy milyen újdonságokat fogunk láthatni. Szerintem akkor vágjunk is bele. Single mission, ez mit? Nem tudom. Ardania, glorious Ardania. For the last 5 centuries, descendants of the great king have sat upon this throne. Indeed, was the great king, our first ruler, who united the lands from the southern seas to the northern fields. He whose blade was the death of 1,000 foes. And each king thereafter followed the tradition, slaying dragons, hunting down necromancers, and exterminating legions of goblins and rats. Thus, each in their time came to be known as great. But our good King Leonard was born to hard times. The necromancers of old had long since been vanquished, and the rats had grown small and pitiful. And as he grew older, our king came to fear the worst, that his portrait might never hang in the hall of the great kings. Though he had yet to prove his mettle, the blood of a hero ran swift in his veins. Thus, our brave king, in his wisdom, determined that he would summon up the most terrible Baron of Hell. For indeed, all of Ardania would sing the praises of any mortal who could slay such a beast. And so, applying all their skill and concentration, the court mages performed the terrible ritual. And the demon lord did appear. Leonard never wavered, but stood locked in his deadly contest for 5 long days. But alas, in the end, the demon beast prevailed. And so that spawn of hell took Leonard's place on the throne. Since then, many princes and dukes have perished in futile effort to destroy the beast. Darkness and despair have fallen over Ardania. But now I have found you, Your Majesty, the last heir of the great king's bloodline. You, our only hope. Your kingdom awaits you, sire. Szóval arról volt szó, hogy van ugye ez az Ardania, mint a sima Majestyben is, ugye ez a királyság, ez az ország mondhatni, ez a világ, és hát az történt, hogy ugye, hogy
milyen békés volt, meg minden virágzó, ez az egész, hogy van ez a királyság, és akkor túl a héttengeren, meg az északi tájakon is túljár ez az egész terület, és akkor ugye voltak ilyen nagy uralkodók, és akkor mindegyik valami ilyen nagy dolgot csinált, hogy megállította a nekromantákat, a goblinok és patkányemberek hordáit, sárkányokat öltek, hogy mindig csinált valami nagy tettet, és volt ez a Leonard király, a jelenlegi uralkodó, aki hát nem nagyon tudott ilyen nagy tettet végrehajtani, és szeretett volna bekerülni a hírességek csarnokába, mert hát nem volt elég patkány konkrétan, nem volt kihívás konkrétan neki semmi, és hogy bekerüljön ebbe a csarnokba, úgy döntött, hogy csinál valami nagy tettet, és hát azt most ilyen egy rituáléhoz folyamodott, amivel meg akarta idézni egy ilyen hatalmas démont, és meg is idézte, csak hát nem tudta leverni, és belehalt, gondolom, és hát a démon uralkodik most Ardénia királysága felett, és egy csomó hős megpróbálta leverni, de mind elbukott, és jött hozzám a narrátor, hogy én vagyok az utolsó ilyen utód, úgymond a vérvonalban az utolsó, és hát nekem lesz a feladatom az, hogy leverjem ezt a nagy démont. Na, és akkor nézzük, hát első ránézésre ez a térkép, hát azt kell mondjam, hogy a régebbi sokkal jobban tetszett, hát annyira részletes volt a térkép, így az egész, hát nem tudom, egy annyira homályosnak tűnik, nem annyira részletes, nem tudom, hogyha egy festményt néznék. Nem tetszik annyira. A régebbi térkép sokkal szebb volt, mondjuk. Szerintem. Legalábbis. És akkor gondolom, ugyanazok a pályák vannak szinte, amiket a Shin Majesty-ben megcsináltam. Melyik pályára kezdjünk? Ez a tutorial. Akkor kezdjük ezzel. Welcome to my humble mansion. Centuries ago, it was granted to my family by one of the great rulers of Ardania. We all have hope. You shall become one of the great kings yourself. But first, you must learn the secrets of statecraft. My mansion will be just fine for this purpose. It's seen better days. I had planned to put it on the market. Look for something a little cozier on the water, perhaps. Your Majesty would have to know a good real estate agent. Would you? The problem is, wolves have recently infested the neighborhood. They keep eating my chickens and knocking over my garbage cans. Why, I've had 3 stewards quit this very week. The first part of your training will be to deal with these pests, Your Majesty. Hopefully, before the price drops too low. Azt mondja, egy reggel. Szóval üdvözletem, nagy uram. Üdvözöllek az én szerény hajlékomban. Szóval éjszázokkal azelőtt az én családomat bízták meg, hogy Ardénia vezetői legyenek. Remélem, hogy te is az egyik ilyen nagy király leszel, de elsőnek meg kell tanulnod az alapokat. A hajlékom az pont ezt a cél szolgálja. Azt terveztem, hogy felrakom a piacra. Ez egy hülyén hangzik. Aha, azt mondja, hogy ezen a helyen az a probléma, hogy a farkasok
a farkasok így elkezdték fertőzni a szomszédságokat, azaz megeszik a csirkéket, a salátaföldeket eltopossák, na, és igazából ez lesz a feladatom, hogy ezt megakadályozzam, azaz megölni a farkasokat, még mielőtt az ár túl alacsonyra csökken. Aha. First, Your Majesty, your cities must be protected. Start with the construction of a guardhouse. Happy to serve. Elsőnek is, nagy uram, be kell védenünk a várost. Elsőnek is egy guardhouse kell. Aha. Aztán így kell, és egy guardhouse-t, és hova rakjam? Tudom, én rakom ide. Once you've chosen an appropriate site, your loyal peasants will begin construction. Peasants are the main labor force of the kingdom, Your Majesty. Keep an eye upon wandering monsters, as they're apt to make a snack of them. Mhm. Ó, és növelni lett a moz... Aha. Ez tök jó. Na hát már így első meglátásra tetszik, hogy nem úgy van, mint a Shield Majesty-ben, hogy a fő épületet kell kijelölnem és úgy építkeznem, hanem van itt egy külön ikon rá. Ez úgy tetszik. És ugyanúgy van, hogy építek egyet, és akkor az embrückék jelenleg van 8 darabok. 8 darab építőnk van, 2 tax collector, meg egy ilyen őr. Amikor a zene azt tetszik. Ah, és ahogy... És vannak ilyen... Ezt itt nem vettem észre a sima Majesty-ba, hogy vannak ezek a sima kis falak. Hogy ebbe beleköltöznek az emberek? Gondolom. Mert csak mi akkor építsünk egy guardhouse-ot ide. Hogy jelzi a pénzet? Ja, ott lett. Ott jelzi az időt. Aha. És már többféle ilyen flag is van. Na ezt így... Your Majesty, it is not becoming for the king to take to the battlefield himself. All the great deeds of the king are facilitated by the hands of your stalwart heroes. Heroes can be hired in guilds. I'd advise you to build a ranger's guild, sire. Aha. Hát akkor építsünk egy Rangers Guildet. Gondolom, hogy azt tudja, mit a Shield Majesty-be. Not bad for a start, Your Majesty. Once your peasants have finished building the guild, we'll start hiring heroes. Aha. Még tetszik, hogy bárhol rakom, akkor így a fa kidőlne minden. Ez tök menő. Ó, és itt max 3 lehet, nem 4. A Shield Majesty-ben ugye 4 lehetett egy épületből. Még nem lehet fejleszteni még a guardhouse-t, mondom, majd lehet idővel. Mert mit akartam még mondani? Ja igen, hogy vannak már flagek, olyanok, amik így védekezésre vannak, hogy nézem. Hogy például fear flag, azaz oda nem fognak menni a hősök. Van egy védelmi zászló, explore flag. Na ez már tetszik. Hát a Shield Majesty-ból ugye csak annyi volt, hogy menj oda, nézd meg, menj oda, távolodj. Itt legalább van ilyen, hogy nem fognak oda menni, meg van olyan, hogy védekezni is fognak. Na, és akkor vegyünk fel egy hőst. Ó, egyszer többet is lehet így. Ugye ők a rangerek, hát a sima íjászok. I'd advise you to upgrade the guild, Your Majesty.
Special training will be available to your heroes once upgrades are completed. Aha. Lehet így fejleszteni a Rangers Guild, és akkor ilyen különböző képességeket sajátíthatnak el. Ez mondjuk nem rossz, ez legalább... Hát ugye a Shiva Majesty-ban a Rangers Guild úgy működött, hogy volt egy képesség, ami pénzért bárhol átrakhatom, itt nincsen olyan. Tudok még építeni valamit? Jelenleg nem. Hogy néznek ki a kis parasztok? Az képest, hogy ez 2009-es játék, szerintem a grafikája az igen szép. Na, felgyorsítom az időt, hogy gyorsabban építsék fel. Milyen cuki még itt vannak? Nyuszikák. You'll need to entice your heroes to serve you, Your Majesty. Give them a task and set a reward for its accomplishment. Different heroes like different assignments. Rangers, for example, like to explore new territories. Set an explore flag to encourage them to discover new lands. Hát ugye... Igen. Szóval hát vannak ugye különböző hősök, akik hát mint a Shiva Majesty-be különböző dolgokra vágynak, ugye. Van ugye ezek a rangerek, az íjászok. Ők például felfedezni szeretnek. Vannak a harcosok, akik harcolni, vannak a... mit tudom én, ilyen zsoldosok, azt hiszem, nem tudom, hogy vannak-e zsoldosok, de ők mondjuk a pénzt szeretnék. Úgyhogy az íjászok felfedezni szeretnek, hát akkor nézzük meg mondjuk ott mi van. Akok rá egy százast. Good work, sire! Later, you'll learn to set bounties on your enemies' heads, flags for protection, and even flags to warn your heroes of danger. It's time to replenish your treasury, sire. I'd suggest you order the construction of a marketplace, the foundation of the kingdom's economy. With a brisk trade, your tax collectors will bring more money to the treasury. Aha. Hát ugye, így, hogy ilyen rewardokat, konkrétan jutalmakat jelölünk a zászlókra, és adunk. Ugye, hogyha egy ranger oda megy, akkor így ez kiveszi ezt a jutalmat, mondhatni. És azt a jutalmat, amit megkapott 100 aranyat, azt meg elkölti különböző dolgokra. És építünk most egy marketplace-t, azaz piacot, hogy itt majd elkölthesse azt a pénzt, amit szerzett akár. De elkölteti sok dolgot, mert ugye itt a piacon vehet magának ilyen életerő italt, vagy mana italt, vagy valami, manát nem használ, de mindegy. Szóval az a lényeg, hogy így elkölt ilyen dolgokra, vagy lehet kovácsnál, hogy így fejleszt a fegyverét. Na és akkor ugye itt van, hogy jelenleg 100 aranya van. Első szintű. És az alap cuccai vannak. Hogy mozog az anyu? És akkor úgy felfejlesztettük a Rangers Guild-et, rakhatunk ilyen különböző képességet, hogy ez van a, ez az Eagle's Eye, ez ilyen, ez ott ír Your Majesty spell, tehát nekem kell használni, nem az íjászok használják. És hogyha használom, akkor megnövelem a rangereknek a látó távolságát egy ideig. Aztán van ez a fejlesztés. Ezzel nagyobb lesz a sebzés az íjászoknak, melyek távolabb tudnak lőni. Úgyhogy ezt is fejlesztem. Mostan felgyorsítom, hogy építsék meg a marketplace-t. Your Majesty, és akkor potika tárolunk. To sell health potions at the marketplace. Heroes would gladly buy them to heal themselves in battle. It's a profitable venture, sire.
Az biztos, hogy egy profitot. You know, your majesty, your heroes each have their own personalities. Some like to hunt, some like to fight, and others like to care for their comrades in arms. You must learn to use these inclinations for the benefit of your kingdom. Order your peasants to build the cleric's guild. Its disciples will heal your other heroes. Moreover, with a cleric's guild, you can learn the ancient healing magic of Ardania and directly intervene in your hero's well-being. Aha. Ó, és alapból tudok ilyen cleric's guildet csinálni, vagy gyógyítók, mutatni ők, akik így supportolnak, segítik a társaikat, hogy ne halljanak meg. Ezek jó, hogy alapból van. Nézem, hogy Marketplace-nél nincs olyan, hogy Market Day, mert ugye a Sima Majesty-ben hát úgy lehetett főleg aranyakat szerezni, hogy spammoltuk a Market Day-t, de akkor a hősök nem vásárolhatnak. Itt legalább ezzel most nem kell törődnöm. Na és ugyanúgy vannak ilyen csatorna járatok, amikből random jöhetnek a patkányok, de jelenleg egy sincs. Ez a két sima patkány lehet, meg egy nagyobb patkány. És mondjuk ezt tetszik, hogy itt van ilyen külön képernyő, vagy ilyen külön ikonok, hogy mit csinál a hős. Mert ugye azt is csak úgy láthattuk, hogy ha ide bementünk a palotába, és akkor meg kellett nézni külön ikon. Így legalább jobban átláthatóbb, és akkor az egyik ott vásárol, mi készül, legalábbis. Másik most felfedez, ez meg otthon van. Ez tök menő. És akkor csinálunk ilyen... Aha. Azt mondja, ők a legjobb, a klerikek a legjobbak az élő halottak ellen. Ezek a gyógyítók. Nézzük, hogy néznek ki ezek a klerikek. Hát ilyen kopasz. Igazából... De akkor ott miért van haja? Mindegy. Szóval ők ilyen varázsolni tudnak. Aztán van egy Majesty Spell, azaz amit én tudok használni. Ezzel életet adok egy egységnek. Tudok még valamit csinálni? Hi-ho. Right, sire. That's the spell. Az a baj, nem látom, mert... Now you can heal the wounded without leaving your throne. It's just one of the many wonders you'll discover on your way to the throne of Ardania. Aha. És itt van, hogy ezzel tudok így gyógyítani valakit. Hát, kapsz egyértelműen. I believe, your majesty, that you are ready to fight some wolves. I've ordered the peasants to remove the stone barrier that blocks the way to the forest. Set a bounty on the destruction of the wolves' dens by using an attack flag. Only your heroes can accomplish this task. Aha. Azt mondja, nagy uram, biztos, hogy már készen állsz, hogy megküzdi a farkasokkal. Ja, tudom. És akkor... Még tetszik, hogy így különlegesen ezek a pályák. Szóval akkor most ki kell jönnöm itt a farkas féle barlang. Három darab farkas jöhet max. Micsoda? Mi az ubikusos? Nem tudom, mit jelent ez a szó, de valami olyanok, mint a fák. Csak a fák nem esznek embereket. Hát, ja. Na akkor rakjunk rá egy ezrest, hogy mindenki rámenjen. Hát már igazából nincs is más szava, akkor 2000. Menjen rá mindenki. Kicsit felgyorsítom.
Ha szarul a helyzet, akkor még legalább tudom hílelni. Elhozhatok fontosan. És ugye, hogy vagy szükteket lép, nő a sebzése meg az életé. Szegény fontosan. Nem tudnak semmit sem csinálni. És el is pusztult a farkas barlang. Already the real estate value for my mansion has increased. You have great potential, Your Majesty. Onward to victory and the throne of Ardania. Ez egy szép győzelem. Már konkrétan készen állok a továbbiakra. És tovább menetelek egészen amíg a tróna nem fog ülni Ardania trónján. És ezt reméli. Ó! Oh. És akkor ki lehet választani ilyen lordot? A lord azt akarja, hogy ilyen erősebb konkrétan. Kit válasszak ki? Kit tegyek lordá? Na van egy ötös klerikem mondjuk, akkor az csak jó lenne. Hát akkor téged raklak lordá. És hogyha lordá rakom, ez azt jelenti, hogy őt vihetem majd a következő pályára is. Tehát lesz majd ilyen külön ház erre, hogy ilyen lordokat tudok felfogadni, és ő már úgy kezd alapból, hogy neki megvan a poti, meg minden, hogy ahogy az előző pálya befejeződött, úgy jön a következőre igazából. És minden pályán azt hiszem csak egy, most minden pálya után csak egy lordot tudok így csinálni. Úgyhogy egyenlőre... Jó. Úgyhogy így jó is lesz. És akkor... Szerintem ez egy... Meg is vagyok, és akkor én nem fogom folytatni inkább a következő részben. Nem akarom, hogy hosszú legyen a videó, a csidejó. Úgyhogy... Aki tetszett a videó, az nyomj egy lájkot, feliratkozzon fel, és találkozunk a következő részben. Addig is sziasztok!